Magyar Kanizsa község a második a sikeres pályázatok számát tekintve, ugyanis 13-at sikerült elnyernie összesen 1 millió 700 ezer dinár értékben. Ez pályázatonként 40-től 400 ezer dináros támogatást jelent. Ami az önkormányzatot illeti, ott két projektről tudunk beszélni. Az egyik az a az önkormányzati rendezvények kiadványának a nyomtatása, kétnyelvű nyomtatása, a másik pedig az adóvégzések kétnyelvűsítése, hiszen ez egész Szerbia területén sehol nincs megoldva, csak most Magyar Kanizsán próbáljuk ezt megoldani, és valamilyen formában a polgároknak ezt is elérhetőbbé vagy érthetőbbé tenni. A projektek lehetővé teszik a község polgárai számára a napra tájékoztatást a művelődés vagy a közigazgatás terén. A községünk nagyon multietnikus lévén a határközelsége miatt is. Nagyon sokszor azok az emberek, akik hozzánk fordulnak, egyáltalán nem tudják azt, hogy mi magunk mivel foglalkozunk, illetve hogyan tudják érvényesíteni a jogaikat, amit ugye a törvény szavatol. Ezért mi a tartományi oktatási titkárságnál pályáztunk egy többnyelvű nyomtatvány elkészítésére, amely magyar, szerb és roma nyelven tájékoztatná a község lakosait a szociális központ munkájáról és azokról a jogokról, amelyeket itt megvalósíthatnak. Az önkormányzat az idén már aláért két támogatási szerződést a tartományi titkárságokkal a legkisebb helyi közösségek úthálózatának az aszfaltozására 30 millió 800 ezer dinárt fordítottak, valamint 3 millió dinárból az óvodai épületek felújítása folytatódik.